Hallottatok már a Mit, Miért, Hogyan sorozatról? Tartsatok velünk, és ismerjük meg együtt a kiadvány köteteit. Ma a Hercegnők című könyvet fogjuk felfedezni Zorkával. Kik valójában a hercegnők? Gyere nézzük! Mert a hercegnők nem csak a mesékben léteznek ám. 100 évvel ezelőtt még a legtöbb ország élén koronás fő állt. 9 európai országban még ma is királyi család uralkodik. Az uralkodók lányait hercegnőnek, fiait hercegnek nevezzük. Zsófit és Hugát pap tanítja. Írásra, olvasásra, hittanra, valamint idegen nyelvekre, például franciára. Mikor nagyobbak lesznek, történelmet és földrajzot is tanulnak majd. Emellett tanulnak rajzot, kézi munkázást és zenét. A legfontosabb azonban az engedelmesség és a jómodor. Nézzük meg, hogyan is szépítkeznek a hercegnők. A fehér alsó nemű a tisztaságot jelképezte, a vízzel való mosakodást egészségtelennek tartották. A bőrt fehérre púderezték, a dámák szépségpöttyöt festettek vagy ragasztottak az arcukra, ami elhelyezéstől függően más-más jelentéssel bírt. Az előkelő hölgyek ritkán engedték látni a hajukat, inkább állatszőrből vagy emberi hajból készült parókát hordtak. Az előkerülő emberek pazar, de kényelmetlen ruhákat hordtak, az ünnepi viseletet bársonyból, selyemből, brokádból és hasonló finom anyagból varták, s csipkével, hímzésekkel, gyöngyökkel díszítették. A gyerekeket is úgy öltöztették, mint a felnőtteket. A kis hercegnőket is abroncsos szoknyába, fűzőbe és mély dekoltázsú ruhákba bújtatták. A ruhák több részből álltak. Az abroncsos szoknyát és a fűzőt egyedül nem is lehetett felvenni. Az öltözködésben a komorna vagy a nevelőnő segített. Kik valójában a hercegnők? Királyi sarjak vagy tündérek? Királyi sarjak. Mivel töltötték szabadidejüket a hercegnők? Zene, tánc, rajz, vagy sok kertészkedés? Zene, tánc, rajz. Hogyan szépítkeztek a hercegnők? A bőrt fehérre púderezték, vagy rajzolták a szemöldöküket? Az arcukat fehérre púderezték. Milyen ruhákat hordtak? Abroncsos szoknyát, vagy miniszoknyát? Abroncsos szoknyát. Szkolár. Velünk a tanulás játék.